Köszöntöm a kedves nézőket! Az egyetemista élet szerves részét teszi ki a szórakozás. Remek érzés elmenni a barátainkkal, beszélgetni egy csör mellett, például egy kicsit kikapcsolódni. Viszont nem vagyunk egyformák, ezért mindenki számára más jelent a szórakozás is. A mai beszélgetés során azt fogjuk egy kicsit megvitatni, milyen lehetőségek vannak azok számára, akik családias, nyugodtabb körben szeretnek iszogatni, illetve azok számára, akik elsősorban valamilyen szórakozó helyeket preferálnak. A beszélgetésre meghívtam Tömösközi Pannát, Gottfried Annát, Fehér Márkot és Rajkitót Zalán. Üdvözöllek titeket is! Vágjunk is bele, ti elsősorban milyen módon szerettek elmenni szórakozni? Hát én személy szerint ez nekem így társaságtól függ. Szerintem azért mindenkinek így van különböző irányba több társasága, akivel szeret inkább leülni, csak beszélgetni, vagy inkább el szeretnének menni táncolni, kicsit kimozdulni, valami aktívabb programot csinálni. Én a hétköznapokban barátnőkkel szoktam így beülni, esetleg meginni egy-két üveg bort, és akkor közben így megtárgyalni az élet nagy dolgait, de hétvégén én is jobban szeretek kicsit elmenni táncolni, esetleg akkor több emberrel is tudok találkozni, akivel így hétköznap mondjuk nem találkoznék. Hát én egyáltalán nem vagyok ez a nagy bulizós típus, tehát így fél évente egyszer összeülünk a volt osztálytársakkal, a gimis osztálytársakkal, de akkor is inkább ilyen házi buli jellegű, tehát kivenjünk Szarvasra a Holtágra, aztán ott van egy kis nyaraló, tényleg ott nincsen senki, környéken nem zavarunk senkit, aztán igazából mi, és hát én oda szoktam kimenni, de amúgy nekem a szórakozás nem ez a a szórakozás nekem nem a bulizást jelenti, hanem inkább az, hogy otthon egymagamba bekapcsolom a Netflixet, és bekapcsolok egy filmet, aztán vagy sorozatot akár, és akkor ott előtöm az időt, úgyhogy nekem inkább ez jelenti a szórakozást. Amúgy itt, amit a végén mondott a Panni, az teljesen helytálló, mert a kikapcsolódás is lehet szórakozás. Én is azért szoktam arra is ugyanilyen, hogy legyen egy ilyen magányos, úgymond magányos szórakozásom, de úgy elsősorban jobban szeretek, hogyha társasággal vagyok, elmegyünk valahova egy vízestre akár, vagy beülünk egy sörre, de ez tényleg változó, szóval, hogy így a társaságtól függ, attól függ, hogy kinek mekkora a vérmérséklete, és hogy kivel hogyan lehet úgy igazán szórakozni. Az a lényeg, hogy mindenkivel megtaláljuk a közös hangot, és akkor úgy fogja jól érezni magát az ember. Szerintem akkor jó, hogyha tudunk szórakozni, hogyha mind a két részét ki tudjuk venni a dologból. Tehát kérdés, hogy mit értünk szórakozás alatt. Szerintem a szórakozás az egyenlő azzal is, hogy önmagunkkal mennyire jól kijövünk, és hogyha jól kijövünk önmagunkkal, akkor akár otthon is bármilyen szórakoztató cselepést meg tudunk találni. Én nagyon szeretem a filmeket. Én ugyanannyi időt töltök el társaságban, mint egyedül önmagammal. És nekem ez mindegyik ilyen szórakoztató jelleggel bír. Tehát akár egy filmnézés, egy könyvolvasás, akár csak festegetni, bármi, amit csak el tudsz képzelni, ez mind-mind szórakozás lehet. De attól függetlenül jobban preferálom azt a részt, hogy elmenjünk a társasággal, és akkor megbeszéljük az adott hetet, vagy kikapcsolódjunk úgy egy szórakozó helyen. Én mindenre nyitott vagyok. Tehát a kérdés az, hogy mit értünk szórakozás alatt, mert szerintem ez egy nagyon nagy téma. Nem tudom, hogy esetleg emlékeztek arra, hogy mi volt az első olyan élményetek, amikor elmentetek bulizni egyet, vagy csak esetleg az alkohol az első élménye, az nem tudom, mennyire maradt meg. Hát én kezdeném ezt a részt. Én amikor elballagtam, én 14 éves koromtól kezdve én már így benne voltam ebben a világban, úgymond ebben a szórakozási fázisban, és az osztálytársaimmal rendszeresen jártunk hétvégente egy Pálma nevezetű helyre Sarkadon. Tehát mi minden hétvégén azon a szórakozó helyen töltöttük a napokat, és rendesen bűntudatunk volt, hogyha már nem mentünk. Tehát konkrétan amennyi pénzem volt, én azt mind ott elköltöttem, és nem bántam meg. Tehát én 14 éves korom óta bulizok, és én úgy is gondolom, hogy kiéltem ezt a részt, ezt a fiatalkori szórakozó fázist, lehet így mondani. Én ezt kimaxoltam teljesen. Attól függetlenül most már így eloszlik. Tehát, hogy most már több időt töltök úgy el magammal is,
és megtalálom a szórakozást bármiben, ami csak kikapcsoló jelleggel tud bírni, de attól függetlenül ugyanúgy részese vagyok a társasági létnek, de igen, nekem nagyon korán kezdődött ez a szórakozás. Hát amúgy így az alkohollal való ismerkedés nekem is korán kezdődött, mert nekem otthon, tehát úgy vagyunk beállítva otthon, hogy inkább otthon igyon a gyerek közöttünk. Tehát te már otthon felesezni akár a szüleinket? Nem az, hogy otthon felesezünk, és akkor na, gyerünk, ki tud megint többet, hanem tényleg így még általános is, tehát szerintem 8-os vagy 7-es lettem, amikor azt mondták, hogy jó, ki, kóstold meg, na, tessék, és akkor nem tudom, tehát bor, ugyanúgy, én ott szerettem, akkor szerettem meg a Jégert keresztapámással. Pezsgő, igen, de inkább a bor, meg az ilyen lighty, csajos italok, és így, tehát elég korán kezdtem el ismerkedni az itallal, de egy első bulizós élményem mégis szerintem 10. osztály lehetett, tehát gimnázium közepe, amikor azt mondták, hogy jó, akkor menjünk el bulizni, és akkor hát mondom, jó, oké, kedvenc DJ-m lesz, mondom, akkor menjünk, mert attól függetlenül, hogy én nem járok el bulizni, DJ-ket szoktam hallgatni. Otthon és bulizom. Otthon, persze, otthon így magam, mert az füles, és akkor nyomjuk neki. De ez is szórakozás. Persze, meg egy igen, és akkor hát ott viszont nyilván akkor még nem ismertem a mértéket is. A többire nem emlékszel. De emlékszel, arra emlékszel, hogy nagyon jól éreztem magam, és ilyen jól érezni még soha nem éreztem. De várjál, és a barátok is utána ezt mesélték már, hogy ez csak jól éreztem magam. Ők az a típus voltak, hogy ők már nem emlékszem. Kezdtek 9 órakor semmire. Értem. Tehát én amúgy az ilyen barátokban, a bulikban, én vagyok az anyuka, mert én iszok a legkevesebbet, és mindig én vigyázok mindenkire. Úgyhogy, és ez már a kezdetek óta így van, úgyhogy nekem ugye az első élmény az ilyen érdekes, de jó. Hát nekem az első élményem még korábban volt, mint nektek. Ugyanis egy évben belül volt az, hogy nálunk volt karácsonyi kaja, és a papámnak a pálinkás pohara, az pont úgy volt, mint nekem így ilyen 6-7 évesen, hogy ilyen kis pici ilyen kávés pohár. Na hát azt én sikeresen lehúztam, utána egész éjszaka kenyérre letettek a drága szüleim. Majd abban az évben nyáron a nagymamám a papámnak az elrakott borából véletlen málna szörpnek hitte, és abból csinált nekem szörpöt. Úgyhogy egy laza kis fröccsöt sikerült akkor kapnom a nagymamámtól, azóta is emlegetem, hogy miatta kezdtem el bulizni, meg iszogatni, de az első ilyen hivatalos, nekünk egy óriási társaságunk alakult ki így az évfolyam több sulin keresztül, tehát ilyen 150-200 fő volt a mi szűk baráti körünk, akikkel így mindig találkoztunk, és így minden hétről hétre jártunk, ahogy ti is mondtátok, hogy hétről hétre mentünk, és mindig megvolt, már nem is kellett megbeszélni semmit, tudtuk, hogy pénteken, szombat este, ettől eddig ott leszünk, zene. Azért volt könnyű nekünk, mert hogy a helynek a tulaja volt az egyik ilyen nagyon jó családi barátja így az ismerősöknek, úgyhogy hát a szülők miatt kezdtünk el bulizni, és amúgy meg az első ilyen nagyobb buli, amit mi nagyon sok bulit szervezünk, így a barátokkal, azok a nyaralóbulik voltak. Hogy mi 7. utáni nyáron már nyaralóbulikban voltunk, és hát nem éppen annyit ittunk, amennyit a szülőknek bevallottunk. Maradjunk ennyibe. Mártás, az első ilyen élményedre emlékszel? Az első alkoholos élményem nekem is hasonló volt, mint az Annáé. Ismerősöknél voltunk egy szilveszteri buliban, anyuékkal. Voltak sok gyerek, volt sütemény, nagyobbaknak nyilván volt valami alkohol is, és a sós süteménytől kiszáradtam, és kinyitottam a hűtőt, néztem, hogy van-e benne víz, volt, nagyon jó nyitott is volt, szóval nem kellett senkinek se kinyitnia, és hát öntöttem egy jó 3 decit, és azt én, ahogy lehetett, igazából meg is húztam, nyilván valamilyen nagyon, nagyon faszak is ilyen jó kerítésszaggató ház, igen, volt. Az volt az első, viszont az első bulim az meg nem alkoholhoz köthető, hanem nekünk volt még annó a általános és középsulimban voltak suli diszkók, és így visszagondolva... Becsempészett piá. És nem, nem. És mi folyton csempésztünk be. Belegondolva, hogy akkor még az, a
különböző szülőitalok, meg narancsos italok, bubis italok jobban ízlettek azért, mint most mondjuk az alkohol. És sokkal jobban buliztunk. Gyerek vagy cukor felpörget, minden ugyanolyan, mint hogyha innen valami erősen. De mégis, szóval nem tudom, annyira jó hangulata volt, hogy Katonai Joe-ra csak így ugráltunk, és az volt a tánc. Semmi olyan konkrét mozdulatunk nem volt, csak próbáltunk ritmusra ugrálni. És nekem az volt talán az első, amire így szívesen gondolok vissza. Egyébként olyan érdekes ez az egész, hogy az alkoholhoz kötjük ezt az egész felszabadulást. Tehát, hogy a legtöbben az alkoholhoz kötik ezt a elengedést, és akkor fel tudnak szabadulni a hatására. Miközben, ahogy a Márk is említette, hogy gyerekként tök mindegy, hogy mi állt rendelkezésre. De gyerekként még nem tudod, hogy mi az, amit mondhatsz, mi az, amit nem. És hogyha iszol, akkor ezek a határok úgy kitágulnak. És akkor, de nekem van egy csomó olyan ismerősöm, akikkel nem lehet így beszélgetni, mint mondjuk most beszélgetünk. Őnekik kell az, hogy megigyanak mondjuk egy pohár fröccsöt, lehet, hogy csak a tudat már, vagy lehet, hogy annyit picit. Igen, de hogy tényleg ők az a suliba se szólaltak meg soha, felelésnél volt. Volt olyan gimis osztálytársam, aki előrehozott érettségre ment, és előtte megivott ezt a pici kis italt, leverte, azt utána bement és lefelelt. Az mellékes, hogy a tanárok megérezték, de hát úgy voltak vele, nem baj, hát szóbeli előtt jó van, engedjük meg. Tehát, hogy velük így pia nélkül úgymond nem lehet normálisan beszélgetni, akár mély, akár csak arról, hogy nézz, süt a nap, neked, te látod ott azt a madarat, vagy valamit. De ugye ennélkül, és ennyi. És hogyha megiszunk velük egyet-kettőt, akkor már is sokkal felszabadultabbak. És nem azért, de most egy napról nem lehet sokat beszélni, szóval... Jó, de hogy akkor... Lehet, hogy én is csak akkor egy egyszerűbb le. Dolgot, hogy ezután te mit csinálsz? Hazamész? Vagy sétáljunk még egyet, és így... És ennyi. És hogyha már megittetsz, hogy igen, sétáljunk egyet, nem, haza kell mennem, akkor már sokkal többet beszélnek. Többet, hát már beszélnek igazából. De most kicsit visszakanyarodva a kérdésre, hogy mégis arra, ugye az volt a kérdés, hogy mi volt az első élményünk így szórakozással kapcsolatban. És mindenki arra asszociált automatikusan, hogy ő mikor ment el bulizni egyedül, amikor már ihatott is. Holott azért nem tudom nektek milyen volt így a szülőkkel a viszonyok, vagy a viszonyatok, meg így a szülői baráti kör. Nálunk tehát a szüleimnek hatalmas baráti köre van. És voltak ott olyan bulik, tehát ilyen abbaest, görög estet készítettek. De ezeket mi tartottuk nálunk, mi fiatalok tartottuk a felnőtteknek. És hogy végülis meg ilyen strandbulik, hogy kibéreltük az egész strandot, és akkor elhívtunk mindenkit, és akkor voltunk 150-en. És azok is nagy bulik voltak, igaz, hogy mitre 7-8 évesen kerültünk oda, de például azok is beleszámítanak, de mégse arra asszociálunk elsősorban. Tényleg érdekes, hogy nem feltétlenül a szórakozás jutott eszünkbe, hanem egyből az alkohollal való társítás, a kikapcsolódás. Benne is volt a kérdésben, szóval a kérdés, igen, tehát hogy második fel benne volt, hogy mi... Persze, csak hogy mi konkrétan tényleg nagyon sok ilyen eseményt fel tudnék én is hozni, amikor a szülők egymáshoz átjárogattak, és akkor a gyerekek ugye, meg az ottani szülőknek a gyerekeivel hogy el voltak, és hogy igen. Mennyi jó emlék és élmény maradt meg. És azok voltak az igazi emlékek szerintem, meg az értékek, amikor gyerekként ezeket így meg tudtuk élni, és szórakozási jelleggel bírtak ezek a dolgok nagyon. És manapság, amikor összeültek a barátaitokat iszogatni, és mondjuk már ilyen éjfél körül jár az óra, akkor mennyire elengedhetetlen számotokra, hogy beteljétek egy ilyen igazi klasszikus táncolós diszkóhelyre? Vagy ez számotokra annyira nem fontos? Szerintem egyre jobban kiszökőben van már ez a táncolós szerintem diszkózás. Szerintem nem, csak a korosztályunk miatt van. A korosztályunknak a zenei ízlése lehet, ami változik. És sok minden összeadódik. Talán az, hogy ilyen vegyes korosztályok járnak egy helyre, a zenei ízlés is teljesen más, tehát hogy van az a korosztály, aki még szerintem az igazi zenéket jobban szereti, meg van az a rész, aki csak ezeket a kattogós zenéket szereti, egyébként én is nagyon szeretem őket. Nem fontos, tehát ez az én véleményem. Mindegy, csak hogy... Hát igen, tehát ez is részese lehet, hogy az is vegyes, a zenei ízlés is vegyes, a korosztály is nagyon vegyes, tehát egy szórakozó helye, és akkor nem tud a két közeg feltétlenül jól meglenni egymással szerintem. És
már egy ilyen komolyabb réteg, talán már egy ilyen 30-as réteg, talán már nem is nagyon megy el egy ilyen helyre, ahol tudja, hogy nagyon sok 14-15 éves van. Igen, még ha vágynak is amúgy. Még ha vágynak is, nem talán. Érzik magukat rosszul, és igen. Ez olyan rossz. Hát azért városa válogatja, mert mondjuk például te Sarkadi vagy, ott lehet, hogy kevesebb szórakozó hely van, de mondjuk itt Szegeden, vagy pedig Budapesten azért megvannak a korosztályoknak, meg a szubkultúráknak a maga a klubjai, ahol el tudod vegyülni, tud azt az identitásának megfelelően igazából érvényesülni. Bocs, hogy közbevág, de igazad van, mert hogy tényleg, hogyha egy kisvárost nézünk, akkor például saját tapasztalat alapján is tudom mondani, hogy ott egy vegyes réteg, egy vegyes korosztály, ez bátran el van, és mindenki ismeri a másikat, és nincsenek gátlások, és egy nagyon jó est ki tud abból kerekedni, hogyha vegyes a korosztály, vegyes a zenei ízlés, akkor attól függetlenül is. De viszont egy nagyvárosban már olyan helyre mész el, ahogy gondolom mondani szeretted volna, hogy te kinézed azt, hogy mi illik hozzád, és akkor elmegyünk 5-6-on azonos korosztályből. De nem muszáj, tehát ez csak az én véleményem, hogy azonos korosztály legyen, csak mondtam. Nos, hát összességében szerintem nagyjából abban maradhatunk, hogy mindegyik szórakozási forma jó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ha eljöttetek erre a beszélgetésre. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!